Sziasztok! Ez a Honda CR-V az ötödik része ennek a négy kerék meghajtású családi terepjáró kocsi sorozatomnak, de nem az ötödik a sorrendben, ez azért előbbre kerül a legjobbak közé. Minden esetre szerencsém van most bemutatni egy Honda CR-V-t is, CR-V, ahogy felénk mondják, itt a Von Bibra Robina Honda Centerben, Honda autószalon. Gyönyörű szép, gyerekek, ez a vadonatúj CR-V. Gyönyörű szép az eleje. Ez ugyan már egy regisztrált autó, valószínű bemutató kocsi. Ezzel járnak ki az eladók a leendő vevőknek megmutatni a kocsit. De így is ez, gyerekek, szinte új. Nem hiszem, hogy 1-2000 kilométernél több van benne. Úgyhogy meg is nézzük. Miután vasárnap van, azt hittem azért nyitva lesznek, de nem. Ezért nem tudom kinyitni az ajtókat. Nem tudok beülni, motort megnézni, ilyesmi. De van itt egy papírunk, amiben azt írja, hogy VTI LX és all-wheel drive. Na most, 19 incses alumínium kerekek vannak rajta. Apple-től van a CarPlay, azaz a szisztéma benne. Panoramic sunroof, tehát gyönyörű, szép, nagy két részből álló üvegtető, napfénytető, és bőrülések természetesen, ez eléggé magas felszereltségű. Az új ára 54.390 volt, de most leengedték 51.390-re, ami egy kerek 3000 dolláros spórolást jelent. De hát azért gondolom, hogyha bejönnél egy 48-50 ezer dollárral a kezedbe, akkor odaadnák azért a pénzért, ami körülbelül 10-11 millió forint között van, attól függ, mennyit zuhan a forint ezen a héten. Úgyhogy tehát nem kevés az ára, de jó minőség, nagyon jó produkt. És ha már itt tartunk, azt mondtam, hogy ez az elsők közül való, oda tenném abba a csúcs pozícióba. És hát mi tartozik az első háromba? Az én véleményem szerint, tehát ez a Honda CR-V, a Mazda CX-3-as, CX-5-ös és a Toyota. Feltétlenül a Toyota RAV4, tehát RAV4 és a Kluger. Ez a három vetekedett az elmúlt években is az első három helyér, és én veszem a bátorságot, hogy be is rakom őket sorrendbe, és a Toyota nálam az első. Az előző részekben, mert ez egy sorozat, mint tudjátok, láthattok kettőt is belőlük, a kis Toyota négy kerék meghajtású családi kocsikból, tehát őket, azt a kettőt teszem első helyre. Na most második helyen volt a Honda, pontosan ez, de gondolkodtam rajta, a Mazda fölzárkózott, a CX-3-as, CX-5-ös, és nem beszélve arról, hogy a Mazdának nagyon nagy a választéka a Skyactiv produktokból. Ugye van a CX-7 és a CX-9-es, ami a top modell, a csúcs modell. Úgyhogy ezért úgy gondoltam, a Mazda meg a Honda holt versenybe második, harmadik. Hát ugye ezen lehet vitatkozni. Na most ezután aztán szerintem van egy hosszú szünet, és a következő a Subaru, Mitsubishi, Hyundai, Kia,
ezek vetekszenek az alsóbb helyezésekért, de azt hiszem körülbelül ebben a sorrendben is, ahogy elmondtam. Ha egy-kettőt kifelejtettem, elnézést, meg lehet pótolni, írhattok a note sectionben, ti is javasoljatok. Tehát ez egy négy kerék meghajtású, 50 ezer dollár körüli érték, ami nem kevés. És mivel nem tudom kinyitni a kocsit, de szerencsémre van itt egy másik, amit fölraktak már egy ilyen rámpára. Lehet tudták, hogy jövök, és én szerettem megnézni a kocsikat alulról, úgyhogy én ezt sosem ulasztom el. Főleg, hogy bemásszak nektek alá, és megmutassam, hogy néz ki alulról egy ilyen új, gyári zsírúj, erre itt lehet mondani alul, mert itt tényleg minden még olajos zsíros a gyárból, de azt látom egyből, hogy ez gyerekek csak első kerék meghajtású, nincs kardántengely hátrafelé, úgyhogy ez egyszerűbb változata, de azért ez is nagyon gyönyörű, érdemes megnézni. Hát nem tudok oda előre már bemászni, ha csak hason be nem csúszok, de inkább beközelítem, jó? Úgyis csak egy plastik védő burkolatot látunk, ami a kőfelcsapódást, hogyha ráhajtasz valamire, attól védi meg a motort, meg a sump tanket, ami azt jelenti, ugye, hogy a motorolaj tartó ülepítő. Úgyhogy arra most nem vagyunk kíváncsiak, mert úgyse látjuk. Viszont gyönyörű szép minden más itt alul. Középen ez a fél tunnel vagy alagút fröccsöntve van. Nem is tudom, milyen anyag lehet az. Valamiféle plasztik. És a taposó lemezek be vannak burkolva. Kaptak egy ilyen szép műanyagos gumis burkolást, úgyhogy gyönyörű szép. Az üzemanyag tartály szintén jó látni így újonnan. Már többé ilyen sose lesz. Itt van egy védő vas cső, ami szintén olyan sérülés ellen védi meg, ami végzetes lehet egy ilyen tele benzin tanknál. Gyönyörű szép új minden, hővédő, hőálló lemezek, ugye? A futómű, gyerekek, ezek a hidak, meg az összekötő stabilizátorok, akkor ugye természetesen körbe tárcsafék, minden zsír új. Szerettem ezeket ilyen stádiumban látni. Ugye, akkor elől ugye van a katalizátorunk, kipufogó dob, itt a kipufogó cső elágazik, a két úgymond iker kipufogó dobba, ami egy nagyon csinos, krómozott csőbe végződik. Ez is gyönyörű, szép, szimmetrikus, meg van jelölve ezzel a D betűvel. Nem tudom, mit jelenthet, de ezek mind gyári jelölések. És a pótkerék itt lapul, ez alatt a burkolat alatt. Ez is azt az alatta lévő, vagy fölötte lévő lemezt védi, hogyha neki tolatt valaminek az ember, ami egy kicsit magasabb a kelleténél, megvédje a horpadástól. Úgyhogy gyerekek, ez a kocsi nincs alvázvédve, üregvédve, de nem is kell itt a trópusi Gold Coaston. És ez így, ahogy van, nem fog rozsdásodni 20-30 évig, azt garantálom. Tehát azért, hogy két első kerék meghajtású, azért ez még egy VTEC Turbo, ami nem rossz dolog. És gyönyörű szép kivitelben, CRV, ahogy mondtam is, tehát
Gyerekek, örülök, hogy ötödik részként ezt a Hondát tudtam bemutatni, a két kerék és a négy kerék meghajtásút. Úgyhogy, ha tetszett, ha érdekelt, legyetek szívesek, nyomjátok meg a lájkot, és iratkozzatok fel, meg tudjátok majd nézni az egész sorozatot ebből. Lesz egy hét, de lehet több is most már, majd kibővül a választék. Tehát ha érdekel a többi videó, most már 100-nál tartok, mindenki talál magának, amit szeret. Autós videó, utazás, még énekelek is benne nektek, úgyhogy keressetek rá, jelöljetek meg. Köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek szép napot kívánok, jó egészséget. Sziasztok!